Az intézmény rendhagyó a megyében, még csak hasonló profil sem található meg Tolnában. Minden évben ellátogatok erre a rendezvényre, nagy örömmel teszem ezt, mindig igyekszem eleget tenni a meghívásnak, mert itt a fiatalokkal gyakorlatilag már baráti kapcsolat alakult ki. Egy olyan hiánypotló intézményben vagyunk, ahol sérült fiataloknak a nappali ellátása zajlik. Ez egy olyan hiánypotló intézmény, mi nincs a megyében, gyakorlatilag páratlan, és az önkormányzatoknak a kötelező feladatai mellett azt gondolom, hogy legalább egy ekkora településen, mint Bonyán, figyelni kell arra is, hogy vannak köztünk ilyen sérült fiatalok, akiknek és a családjaiknak segítséget nyújt egy ilyen nappali intézmény. Már csak azért is roppant fontos az a munka, amelyet az otthonban elvégeznek napról napra, mert igazi közösségépítő erővel is bír. Nagyon nagy izgalom, boldogság, és a rendezvényen rengeteg energia felszabadul. Nem sokára érkezik a zenészünk, és tulajdonképpen az évben kétszer van lehetőségük, hogy élő zenére egy ilyen kis táncos mulatságot szervezünk a számukra. András elmondta, mivel töltik idejüket az intézményben, és megosztotta velünk, mennyire élvezte a farsangot. A Móni beöltözött pompom lányoknak, focistáknak öltöztek be. A mulatság tánccal zárult, és ahogyan Álom Gyöngyi elmondta nekünk, várhatóan még hetekig megmarad a remek hangulat.